Tisztelt vendégek, a program hamarosan folytatódik.
Tisztelt vendégeink, kérjük foglaljanak helyet. Nem baj. Tisztelt vendégeink, a program folytatódik. Kérem, foglaljanak helyet. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket a Széchenyi István Egyetem által szervezett Távközlés Világnapja rendezvényünk plenáris szekciójában. Felkérem dr. Baltorics Istvánt, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság technológia elemző főosztályvezetőjét, tartsa meg előadását. Előadásának címe: Átalakuló műsorterjesztés, trendek és lehetőségek. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a bemutatást, úgyhogy én akkor ezt nem mondom el, újra fenn van a fólián. És miután, ahogy főigazgatóasszony bevezette a mai napnak a műsorterjesztés jövője a mottója, így én is az átalakuló műsorterjesztésről, trendekről és lehetőségekről szeretnék beszélni, de szeretném a részleteket meghagyni az utánam következő előadóknak, mert nem egy jó dolog az, hogyha az első előadás lelő minden poént. Éppen ezért indulásként, igen, megtaláltam, tartalmi áttekintésben két hazai műsorterjesztéshez kapcsolódó évfordulóról szeretnék megemlékezni, mert én mindig úgy érzem, hogy ha valamitnek a jövőjét nézzük, akkor valahonnan neki kell futnunk a múltból. Utána a tradicionális műsorterjesztés kialakulásáról mondanék néhány szót, aztán az internetprotokoll térnyeréséről és ezzel kapcsolatban az üzleti modellek átalakulásáról, mert ez egy lényeges kulcs tényező ebben a dologban, és utána megpróbáljuk együtt megnézni, hogy mik azok a lehetséges hatóerők, vagy driverek, hajtóerők, ahogy tetszik, a műsorterjesztés jövőjére vonatkozóan, amik látszanak a palettán. És ennek a részleteit itt a trendek és lehetőségek pontban foglalnám össze, mondanám el. Előre megmondom, hogy az elmúlt években is olyan előadást tartottam, ami a jövővel foglalkozott, de ott mertem konkrétumokat mondani. Itt most én annyira konkrétumokat nem mondanék, nem azért, mert a technológia közben eltávolodott tőlem, hanem egész egyszerűen azért, mert a műsorterjesztés világában én kevésbé vagyok otthon. Viszont mondanék olyan dolgokat, ami azokból az általános technológiai trendekből a műsorterjesztésre vonatkozóan következni fog, és meggyőződésem, hogy ezeknek lesz hatása. Hát akkor kezdjük el. Talán meglepetés, de az első évforduló, sőt évforduló páros, az egy személyhez kötődik, Tihanyi Kálmán nevéhez, aki 1897-ben, tehát 120 éve született, és 1947-ben, tehát szintén kerek évforduló idén 70 éve halt meg.
és róla annyit kell tudni, aki tudja, az boldogság a szívemnek, de ha valaki nem tudná, annyit kell tudni, hogy ő 1926-ban a Rádioszkópra, majd 1928-ban az Ikonoszkópra adott be szabadalmat. Az Ikonoszkóp tulajdonképpen egy olyan eszköz, ami a utána hosszú évtizedekig korszerű katódsugárcsöves televízió képernyőnek a lelke, az elődje volt. Ennek is a legfontosabb része az a bizonyos töltéstárolás elvének a bevezetése, aminek a segítségével a képletapogatást sikerült megoldani, és a visszaalakítást úgy szintén. Ez az 1926-os évszám ez azért fontos, mert 1926. január 26-án mutatta be egy skót úriember, John Logie Baird, Londonban az első működőképes mozgókép átvitelű televíziózást, a televíziót. Hát akkor hogy ő még csak szabadalmat adott be, mármint hogy Tihanyi Kálmán. Hát az a különbség, hogy Bairdnek a rendszere az egy mechanikus televízió volt. Ez lehet, hogy most sokakat meglep, de igen, ez egy mechanikus televízió volt, a képbontás egy Nipkow tárcsaszerű forgó tárcsával történt, amit hát ugye a mai fejünkkel, plazma tévében, meg egyébben gondolkodva már a fiatalabb generáció elképzelni sem tud, de ez egyébként egy fantasztikusan jó alkotás, élvezett megismerkedni vele és megnézni, hogy ez hogy működött. Amikor Logie Baird ezt bemutatta, akkor Tihanyi Kálmán már az elektronikus változaton dolgozott. És hát neki tulajdonképpen a elismertségének a nagy tragédiája az, hogy végül is a nagy amerikai gyártók harcában az a csapat vitte el ennek a dicsőségét látszólag, amelyikben Vladimir Zvorikin volt, és az ő nevét tudja még a világ sok helyen, mint a televízió képcső feltalálóját, de Tihanyi Kálmánnak a lánya, Tihanyi Glass Katalin, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ez a kép megváltozzon. A Smithsonian intézettől kezdve az UNESCO-n keresztül most már nagyon sok szervezet lecserélte a nevet, és elismeri, hogy Tihanyi Kálmánnak ez a találmánya előbb született meg. Hogy kapcsolódik ez a műsorterjesztés? Hát azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű. Nagyon hosszú ideig a műsorterjesztésnek az egyik legemblematikusabb végberendezése, és talán még bizonyos értelemben ma is, a televízió készülék. És akkor menjünk a következő évfordulóra, mert aki ismer, az tudja, hogy évfordulómániás vagyok. Aranyosné dr. Börcsanka a bevezetőben már említette azt a rendkívül fontos dátumot, ami 1957. május 1-jének a 60. évfordulója, a hazai televízió műsorszórás bevezetése. Én csak egy pár dátumot vetítettem még így föl mellé. 1953. december 16-án a posta kísérleti állomáson, ugye ami utána 14 nap múlva posta kísérleti intézet lett, de akkor még állomás volt, történt az első sikeres sugárzás egy 100/50 wattos saját építésű adóval. Itt ugye a 100 watt vonatkozik a képátvitel teljesítményére, és az 50 watt pedig a hangátvitel teljesítményére. Ezt az adót a sikeres kísérlet után 1954. január 20-án feltelepítették a Széchenyi hegyre, de nem ám abba a toronyba, amiben most van az adóállomás, mert az a torony akkor még nem létezett, hanem az Agancs utca 32-ben, ma is van egy nagyon jól kinéző társas ház, a napokban megnéztem, akkor ez előtte a Hargita szállónak az épülete volt, aztán a világháború alatt mindenféle katonai intézmények költöztek bele, 54-re ez szabad volt, üres volt, és ide költözött be ez az adóállomás, innen indultak el az első kísérleti sugárzások, hát persze a 100 watttal nem lehetett messzire jutni, néhány kilométeres körzetbe, de 1905. februárjában építettek el a társasház, illetve akkor még ugye a volt szálló udvarára egy 60 méter magas adótornyot, egy körsugárzó Turnstein antennával, és ez azért már nagyobb terület besugárzására volt alkalmas.
1955. augusztusában közben az Orion gyárban némi kísérletezés után először egy 14 cm-es képátlójú kiskészüléket csináltak prototípusnak, majd utána megszületett az emblematikus AT501-es prototípus, ami hát aznak a korosztálynak, amelyik akkor már úgy tévééhes volt, azt hiszem, hogy mond valamit, ahogy a Korvin áruház kirakatában meg lehetett nézni, hogy egy igazi tévékészülék működik. Úgy védték, mintha aranyékszer lett volna. Akkor az is volt. 1957. február 23-án egy kilovattos BHG fejlesztésű adó került az Agancs utca 32-be, és tulajdonképpen ez volt az, amivel már megkezdődhettek a sugárzások, és maga az évforduló ezek után 57. május 1-e volt, hogy miért éppen május 1-e, azt szerintem mindenki kitalálja, ennek nyilván volt egy olyan kis politika közeli színezete is, hogy hát a május 1-i felvonulással induljon az adás. De azért azt tudni kell, hogy április közepén a húsvéti focitornát már Szepesi György televízión keresztül közvetítette. Aztán utána ott is hagyta a televíziót, mert az ő igazi élete az a rádió volt, ahol bármit mondhat ahhoz képest, hogy mi történik a gyepen. De itt ezt akkor a televízióban már lehetett látni. Hát ennyit a két évfordulóról. És hát a két évforduló azért fontos, mert a műsorterjesztéstek tényleg nagyon hosszú ideig a televízió volt az emblematikus végberendezése, persze hát rádión is folyt műsorterjesztés korábban, meg van, aki a rádiót ma is jobban szereti, mint a televíziót, de azért mégiscsak ez volt az igazi. Tehát a földi műsorszórással elindult a televíziós műsorterjesztés, ugye amit műsorszórásnak hívunk, legalábbis abban a formájában, amikor levegőn keresztül jön, és a 60-as évek közepe táján megindult egy másik folyamat, a kábel TV hálózatok kiépítése. Hát mondjuk először nem nálunk indult meg, hanem Amerikában, de hát ez mondjuk egy más dolog. Nálunk is elég hamar megkezdődtek ezek a kísérletek, és nem véletlen az, hogy Magyarországon a vezetékes szélessávú piacnak a jó részét kábel TV hálózatok uralják. Ez Európa más országaiban nem egészen így van. 1962. július 23-a még egy nagyon fontos dátum, by the way, ez is idén lesz kerek évforduló, mert idén lesz 50 éve, de ez csak úgy mellékesen. A Telstar nevezetű műhold televíziós kapcsolatot teremtett az Atlanti-óceán felett, tehát a két kontinens összeköttetésében volt része. A Telstar még nem geostacionárius pályán volt ennek következtében, 2 óra 37 perc alatt kerülte meg a Földet, tehát nem lehetett ráállítani az antennát, viszont volt egy 20-30 perces időablak, ami alatt gyorsan át lehetett műsorokat lőni a két kontinens között, aztán utána meg kellett várni, míg újra visszaér. Ezt az időszakot aztán később elfelejtettük, és lehet, hogy most újra vissza fog térni, de erről majd egy kicsit később. Menjünk akkor tovább. Az első geostacionárius műhold, a Syncom 2 1963. július 26-án került pályára, majd utána több mint tíz évnek kellett eltelni ahhoz, hogy megszülessen az első kísérleti DBS műhold a NASA tulajdonában, tehát ami már direct broadcast service-t, közvetlen földre irányuló akkor még nem előfizetőben kísérleti volt, de földi felhasználók által közvetlenül vehető műsort sugárzott. És újabb 10 évnek kellett eltennie, és ebből lehet látni, hogy régen azért milyen nagy volt a rasztere a lépéseknek ahhoz képest, ahogy ma van. Újabb 10 évnek kellett eltennie, míg 1984. május 12-én elindult az első kereskedelmi direct broadcast service szolgáltatás Japánban. Sokan más dátumot tudnak, lehet, hogy a Wikipédián sem ezt található meg, ezért az ember, mint előadó gyorsan önigazolást keres, és odaraktam mellé az IEEE-nek azt a dokumentumát, amelyik ezt egyértelműen igazolja, de ha valaki más dátumot talál, egy pár hónappal későbbit, és azt állítják, hogy az az első, ne lepődjön meg, döntse el, hogy igazam van-e vagy sem. Ezzel kialakult a hagyományos televíziós műsorelosztásnak három válfaja, ugye a földi műsorszórás, a kábel TV hálózatok és a műholdas műsorszórás.
és igazából hosszú ideig ez jelentette a mi kis világunkat. A 90-es évektől mindannyian tudjuk, de hát azért logikailag ott kell, hogy legyen a fólián, ugye megkezdődött az IP protokollnak az a fajta térnyerése, amikor olyan sebességű rútereket tudtak már építeni, amelyek valós időben tudták kapcsolni az IP jelfolyamot. Korábban ugye az internet protokoll az a számítógépes adatátvitelé volt. Egyértelműen a távközlés rá se hederített, nem érdekelte, hiszen alkalmatlan arra, hogy akár csak egy beszédet is lehessen rajta kapcsolni. A 90-es években történtek az első bemutatók arra vonatkozóan, hogy már olyan gyorsak az útválasztók, hogy ez megtörténhet, majd 2000-től, 2000 fokozatosan gyorsulva már videójelet is lehetett IP-n keresztül valós időbe átvinni. Itt mindig hangsúlyozom a valós idejű átvitelt, mert amúgy streamingbe úgy, hogy letöltöm egy óra alatt, és megnézem azt az egyperces műsort, azt már régebben is meg lehetett csinálni, de valós időben ez akkor történtek úgy először. Közben megszülettek a jó hatásfokú tömörítő eljárások, erről most rengeteget lehetne beszélni, 34 fóliát, de hadd ne tegyem, maradjunk most ennél a rövid mondatnál. És innentől kezdve a számítógépek is potenciális végberendezéssé váltak, és lehet, hogy itt a teremben, ahogy nézem a nyitott laptopokat, sokaknál most már nem csak potenciális végberendezés, hanem éppen néznek rajta valamit, mondjuk például ennek a konferenciának a Ustream közvetítését. Tehát ezzel a műsorterjesztés már lehetővé vált a kapcsolt hírközlő hálózatokon is, ami ugye addig nem létezett, hiszen addig a műsorterjesztésnek teljesen külön hálózatai voltak, teljesen más elveken. Viszont ezzel megindult a tradicionális műsorterjesztésnek az átalakulása. Ugye megjelentek az IPTV szolgáltatók, ahol elején vita volt, hogy mi az IPTV, mert ugye az IP az az internet protokollt jelenti belőle, a tévé meg a televíziót, és ezen kívül ez azért most nagyon sok mindent jelenthet, de végül is a szakma abban maradt, hogy IPTV-nek azt a fajta változatot hívja, amikor egy Walled Garden megoldás van, tehát magyarul is a szolgáltató a saját hálózatán belül szolgáltatja ezt a televízió jelet, egy garantált szolgáltatás minőségű, külön dedikált és menedzselt IP hálózaton, tehát nem a nyilvános interneten keresztül. Ezt hívtuk IPTV-nek, de már akkor nagyon sok embernek viszketett a tenyere, hogy ki kéne menni ebből a Walled Gardenből, ugye ezzel a fallal körülvett kertből, mert nagyon sokaknak az volt a fő problémájuk, hogy akár kábel TV szolgáltató, akár IPTV, csak azt a műsort tudja nézni, amit a szolgáltató felajánl. Levesz valamilyen műholdról, vagy fejállomásról, vagy stúdióból. De mi van azzal, aki szeretne mondjuk egy iszonyú jó ausztrál baseball meccset megnézni? Hát annak nincs esélye. De lett esélye, mert megjelentek az over the top szolgáltatások, ami ugye most nagyon sokaknak, bár lehet, hogy itt a teremben is mindennapi kenyerét jelenti, és ez nagyon helyes, hogy így van, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy úgy visszük el a jeleket valamilyen műsorforrástól az előfizetőig, de itt már nem is jó szó az előfizetőit, már inkább azt mondom, hogy felhasználóig, hogy azok a szolgáltatók, akik ezt a jelet viszik, esetleg, vagy nem esetleg, hanem a legtöbb esetben ténylegesen, nem is tudnak róla, hogy ők egy over the top szolgáltató jeleit viszik, és tulajdonképpen egy harmadik szolgáltatót szolgálnak ki. Hát ugye mi teszi ezt lehetővé a legnyilvánvalóbban? Hát az interneten keresztüli átvitel. Elvileg over the top szolgáltatást lehetne csinálni más protokollal is, tehát az over the top szolgáltatás definíciójának nem lényegi pontja az, hogy IP átvitel legyen, na de tartalmilag szinte mást nem is használunk, tehát nyilvánvaló. Úgyhogy ezért most én is hozzáteszem, hogy best effort jellegű IP alapú átvitel, nincs garantált szolgáltatás minőség, ugye amiatt, mert ez a jel ez akár a nyilvános interneten 1000-1500 kilométer távolságról is, vagy még tesszebbről is jöhet. Viszont cserébe nyitottá válik a műsorválaszték,
míg az IPTV-nél ez még mindig zárt volt. Hát ez azért egy óriási lehetőség, és nem hiába, hogy éltek vele a szolgáltatók. De ez még mindig csak a jelen, meg a közeljövő, mert nyilván a műsorterjesztés jövőjének az emblematikus pontjaként nem lehet kimondani azt, hogy majd megjelennek az over the top szolgáltatók, mert már megjelentek. Ezt 20 éve lehetett mondani, 10 éve már kicsit ciki volt, de még lehetett mondani, most már természetesen nem. Persze az over the top szolgáltatók is rájöttek arra, hogy minőséget is kéne produkálni, és ebben sok lépést tettek, hogy ez megtörténjen, egyrészt az adaptív streaming technológiák bevezetésével, másrészt viszont, és ami sokkal lényegesebb rendszertechnikai szempontból talán, a content delivery networkök kiépítésével, ilyen szolgáltatók megjelenésével és ezeknek a felhasználásával, akik tulajdonképpen a nagy távolságú nyílt interneten keresztül. Ez az ábra, ami itt és egy-két dőltbetűs bejegyzés már lehet, hogy nem is igaz benne. Ezt én szándékoltan egy az egyben vettem át a Nemzeti Média és Hírklik ügye internetek, a Connected TV, a más helyzete az azért egyelőre stabil, tehát semmi veszély nem vegyegeti azon kívül, hogy néha 100 MHz frekvencia eltűnik a készletükből, de azért azt nem lehet mondani, hogy a televíziózás a jövő héten megszűnik. Egyes tanulmányok szerint, és ezek a tanulmányok főleg az Egyesült Királyságban, Finnországban és ezekben az országokban születnek, egyes tanulmányok szerint viszont a földi műsorszórás 2025-2030 körül el fog tűnni. Hogy ezt mi most hisszük-e vagy nem hisszük, az tényleg olyan messze van, hogy hit kérdése. Én azt gondolom, hogy Magyarországon 2030-ban még lesz földi műsorszórás, de hát ez most csak egy ilyen könnyelmű jóslat, majd kiderül. De minden esetre az látszik, hogy a földi műsorszórás a jövőt tekintve azért visszaszorulóban van. Mi a helyzet a kábel tévével? A kábel tévé ugye a szélessávú műsorterjesztésnek is az egyik alapja lehet, és erre most már nagyon sok jellemzőt látunk. Ugye azon kívül, hogy a kábel TV analógból átmegy digitálisba, hogy a digitális kábel TV elindul DOCSIS 1.0 felől, most már ugye DOCSIS 3, ezeket a kábel TV megoldásokat is. Mindenképpen optikai szálas hálózatra fog előbb-utóbb áttérni, tehát lassan a koaxot elfelejthetjük, sokan már vannak, akik el is felejtették. És ebbe az irányba fog tovább menni, és hát nyilván a kábel TV szolgáltatások mellett a mobilon is meg fognak jelenni a szélessávú hálózatok és a szélessávú műsorszórásnak valamilyen nukleuszai. A műholdak terén ott azért béke van, mert műholdakat nem lehet úgy hetente lefölhozogatni, ám bár lassan Elon Musk jó téteménye kapcsán, vagy okán lehet, hogy eljutunk ide is. Viszont egyre inkább az látszik, hogy míg ugye mondtam, hogy a 80-as években eljutottunk odáig, hogy stabilan a geostacionárius egy szál körében marakodnak az országok, most mintha megint abba az irányba menne a gondolkodás, hogy jöjjünk már közelebb ehhez a földgolyóhoz, egyrészt akkor nem kell akkora nagy teljesítményű antenna, másrészt kisebb lesz a latency, a késleltetés, és ezzel akkor sok mindent lehet csinálni. Tehát most úgy tűnik, hogy megint előjön a low Earth orbit típusú rendszereknek a gondolata, és ugye tudjuk, hogy a Iridium rendszer is ilyen, csak hát az nagyon messze van, végtelenül messze van a széles sávtól, de újra előjönnek olyan gondolatok, amik ebbe az irányba mennek. Ezek a változások azért jelentősen átalakítják a műsorterjesztést. Na most mik azok a hatóerők, és gyorsan ezzel be is fejezem akkor, mik azok a hatóerők, amik a műsorterjesztésre hatni tudnak? Hát én itt felsoroltam 6 vagy 7 darabot, ezeken gyorsan szaladjunk végig, mert ezek ugyan a hírközlés átalakításában, vagy a mindennapi életünk, az informatikai háttér átalakításában tesznek sokat jelenleg, de a műsorszórásra is hatásuk lesz. Ugye az egyik az IP világ előretörése. Odaírtam zárójelbe, hogy egyeduralkodása, de azért ezt megkérdőjeleztem.
Ugye hát ennek az egyik nagy problémája az, hogy a műsorterjesztés az sávszélesség igényes, erről majd délután a szekcióüléseken azt hiszem részletesen is lesz szó. Puc József kollégám biztos, hogy szólni fog erről, úgyhogy én erről többet nem mondanék. Felmerülnek a minőségi kérdések, ha IP van, akkor ez mindig egy probléma, tehát ezek megoldandók. És egy nagyon fontos trendnek látom azt, hogy igazam lesz-e majd 10 év múlva megmondjátok, hogy az IP alakú technológiák be fognak törni a stúdiókba is. Na most ezt a stúdiókat ismerő szakemberek ilyen szentségtörésként élik meg, mikor valaki ilyet mond, de ez a folyamat nem lesz megállítható, el fog jutni az egész műsorterjesztés oda, hogy end-to-end IP műsorelőállítás és műsorterjesztés lesz a jövőben. Egyszerűen annyira erre felé megy a világ, hogy ez kikerülhetetlen. Ugyanakkor a felhasználók továbbra is igénylik a minőséget, és ez egy borzasztó fontos dolog, hiszen egyre nagyobb nagy felbontású képernyőket vesznek, lassan már kilóg a nappaliból a széle, akkora, és ezek a képernyők a gyengébb minőséget nem fogják elviselni. Ugyanakkor megjelenik az interaktivitás igénye is, mert az internet használata lévén ez lassan a vérünké válik. IP technológiák tekintetében kiemeltem itt egy előadást és egy cikket. A 2015-ös HTM Etienne konferencián volt olyan szerencsénk, hogy itt járt Chuck Meyer úr, a Grass Valley-nak a CTO-ja, és tartott egy előadást a IP alapú stúdiótechnika jövőjéről. Ez egy nagyon lebilincselő és érdekes dolog volt, és ugyanezen a konferencián, majd ennek a híradástechnika folyóiratban megjelent külön számában, Magyar Gábor pedig a Medianet 2015 jövőbenézése címmel, az Ultra HD TV IP hálózaton címmel írt egy érdekes cikket, ami szintén ezeket a dolgokat boncolgatja. Ha valaki ebben el akar mélyedni, akkor ezeket érdemes megnézni. Következő nagy trend a felhőszolgáltatások. Előbb-utóbb a műsorterjesztés is át fog költözni a felhőbe, vannak ennek már nyomai, de jellemzően azért még nem ez a helyzet. Megjelenik a Cloud TV, és ami sokkal izgalmasabb kérdés lesz, megjelenik majd a Cloud Playout, a felhőből való kijátszás, ami most így magyarul se hangzik első pillanatra értelmesebbnek, de ez egy olyan szakszó a műsor terjesztésben, ami azt jelenti, hogy a műsor kijátszás az a pont, ahonnan az elosztó hálózat felé a műsor elindul. Hogy ez a folyamat mennyire lesz gyors, és mennyire fog elterjedni, az megint bizonytalan. Minden esetre több cikk foglalkozik már azzal, hogy ezeket hogy lehet megoldani. Sőt, egy Amagi Media Labs nevezetű cég, hogy Amaginak kell-e mondani, azt nem tudom, japánul igen, azonban ez a cég, ez Indiában van, úgyhogy hogy ott ők ezt hogy mondják, nem tudom, de japánul biztos, hogy Amagi. Ők már konkrét felhő alkalmazásokat szállítanak a tévéműsor terjesztők számára, méghozzá egy olyan workflow-t, ami a műsorgyártástól a műsorszóró pontokig megy felhőn keresztül, a következő egy olyan lehetőség, ahol a feldolgozási utómunkálatokat lehet felhőből elvégezni, ahol a műsornak egy kis felbontású reprezentánsát adják át a cégnek, ott alá teszik a hangot, vagy a egyéb dolgokat, amit szükséges, visszaküldik a felhőbe, és a rátett plusz az utána a nagy felbontású műsor mellett jelenik meg. Tehát erre is van nekik felhő alkalmazásuk. A legszebb alkalmazás az ugye a playoutnak a bevezetése, és ezen keresztül a hálózat széléről, tehát az Edge Playout megvalósítása felhőn keresztül, és a negyedik pedig a direkt előfizetőhöz vagy felhasználóhoz való műsor eljuttatás felhőből. Hát én ezeket csak felvillantanám, mint a jövő lehetőségeit a részleteibe, most időhiányba nem mennék. Az Internet of Things-nek is lehetnek a műsorterjesztésre hatásai, bár ez első pillanatban furcsán hangzik, de az Ericsson komolyan foglalkozik olyan smart home megoldásokkal, ahol például, hogyha tévénézés alatt csenget a postás, akkor automatikusan leállítja
a felvételnek, vagy az adásnak a közvetítését, és átkapcsol arra, hogy vegye föl a következő pár percet, hiszen nyilván a házigazda felveszi a papucsát, és kislattyog ajtót nyitni. A Big Data analízis az ugyancsak sok lehetőséget tartalmaz, elsősorban a personalizált és tematizált hirdetések beinzertálása tekintetében. Ugye ezt, aki Google-t használ és látja, hogy mi mindent ajánl föl neki, amit az előző nap nézett meg, hogy hova menjen nyaralni, azt tudja, hogy mire gondolok. Az ötödik generációs hálózatok látszólag távol állnak ettől az egésztől, de a mégis az a helyzet, hogy az ötödik generációs hálózatoknak a műsorterjesztésbe való bevonására is vannak már kísérletek, persze még csak papíron, mert nincs ötödik generációs hálózat, méghozzá nem kispályás játékosok, hanem a Sinclair Broadcast Group és a One Media, a grup csoportnak a legeglátásabb tagja, a One Media foglalkozik azzal, hogy az 5G holisztikus hálózatoknak ezt a network slicing megoldását, ami az erőforrásoknak az allokálására lesz valószínűleg kitalálva, ezt remekül fel lehet használni arra, hogy 5G hálózatokon keresztül médiaterjesztést is lehessen csinálni. Végezetül annyi, hogy a fogyasztási szokásaink is alakulnak át, erre a bevezetőben már volt célzás. Ugye a Connected Car, ez most nem az önvezető autó, mert az az autonomous car, hanem a Connected Car, ahol a szórakoztató elektronika benn van a kocsiban, és az utasok azt szeretnék, hogy miközben Budapesttől Győrig jönnek le a távközlési világnapra, az alatt megnézhessenek egy jó filmet, és direkt szólnak a sofőrnek, hogy lassítsál, mert már itt vagyunk, és még a legizgalmasabb rész hátra van. Tehát mindenütt megjelennek a műsorterjesztésnek a lehetőségei, ezeket ki kell szolgálni, és a közösségi műsorterjesztés, mint új disziplína, ez beláthatatlan forrásokat is megnyit. Ráadásul olyan új korosztályok és olyan rétegigények jelenhetnek meg, amik szintén az átalakításra hatnak. Ugye van ez a mondás, hogy aki tévét néz, az a limbek, tehát hátradőlve ül a széken, mert passzívan nézi, amit a fejébe öntenek. Aki számítógépen dolgozik, az a lean forward, tehát előrehajolva dolgozik. Ezt a két alapvető viselkedést szokták megkülönböztetni. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a műsorterjesztés jövője minden olyat fog támogatni, és azt fogja támogatni, ami a lean forward viselkedésmód. Ennyit szerettem volna így bevezetőként elmondani, elnézést, hogyha kicsit hosszabb voltam itt az időben, de azt hiszem, hogy a nap felvezetéséhez talán érdemes, és én azt mondom, hogy a következő előadásokat próbálják meg ebben a képben elhelyezni, aztán a jövőt majd meglátjuk, 10 év múlva ugyanitt rendelkezésre állok, és meggyónom, hogy mit nem találtam el. Köszönöm szépen! Köszönjük dr. Bartolics Istvánnak előadását, kérem fogadja ezt a kis apróságot tőlünk. Köszönöm szépen. Felkérem Dóbé Sándort, az Antenna Hungária ZRT, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság stratégiai igazgatóját, tartsa meg előadását. Előadásának címe a földfelszíni televíziós platform sikere és kihívásai. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Dóbé Sándor vagyok, nem a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságból, és ez a két szervezet, ez nem egy. Tehát én az Antenna Hungáriából jöttem, egy pillanat, és keresem a prezentációt. Köszönjük az Antenna Hungária nevében, hogy itt lehetünk. Ugye talán nem meglepetés, hogy a földfelszíni műsorszórás, mind a tévé, mind a rádió, az rendkívül kiemelt fontossággal bír a mi cégünkben. Azt kell, hogy mondjam, hogy semmi más nem olyan fontos, mint ez a dolog, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy szólhatok róla egy pár szót. Szakmai közönséghez beszélek ugyan, de nem nagyon lesznek műszaki vagy technikai információk ebben az anyagban. Ezt én meghagyom a későbbieknek. Illetve azt gondolom, hogy talán érdemes a műszaki aspektusokon kívül egy kicsit az üzleti, meg a fogyasztói, meg a társadalmi szempontokat is figyelembe venni bizonyos témák esetén. Ugye a prezentációmnak ez a felépítése, először pár alapvetéssel kezdenék, utána megnézzük, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a földfelszíni tévé műsorszórásnak a haszna,
mik a sikerek, amiket elértünk az elmúlt években. Végül két kihívás, amit az elején főigazgató asszony ugye jól fel is vezetett. Egyrészt a frekvenciával kapcsolatos kihívások, másrészt pedig a fogyasztói szokások, amiről azt gondolom, hogy még nagyon sok szó lesz ma. Rektor úr is régi személyes emlékekkel kezdett. Mindenkinek vannak azt gondolom emlékei a televízióról. Ugye a régi világban én mondjuk a 70-es évek legvégén születtem. Nekem is az az első emlékem a 80-as években, hogy egy fekete-fehér tévén lehetett nézni a Móka Miki Mókatárát, és hogy hétfőn nem volt adás. Nagyon nagyot változott a világ azóta. A földfelszíni mellett bejött egy csomó másik platform. Lehet tévét nézni műholdról, lehet tévét nézni kábeltévén, illetve legújabban interneten keresztül is, IPTV-n vagy OTT-n. Amit szerintem fontos itt megállapítani, hogy a fogyasztó számára ezeknek a platformoknak műszaki jelentősége nem nagyon van, de sokan nem is tudják, hogy ők most éppen IPTV-t néznek, vagy mondjuk digitális kábelt, és igazság szerint a fizetős szolgáltatók számára sem olyan nagyon nagyok a különbségek üzleti modellben. Amiben eltér a földfelszíni platform a többi platformtól, az viszont éppen ez, ugye a hagyományos fizetős kábel-TV szolgáltatások esetén a pénzáramlás az úgy néz ki, hogy ott az alsó ábrán látszik, tehát a felhasználó fizet a szolgáltatójának, a szolgáltató fizet a tévécsatornáknak a műsorért, végül a tévécsatorna fizet azért, hogy ezeket a műsorokat valakitől megvette. És a földfelszíni műsorszórásnak a hagyományos, vagy fő, úgy mondom, hogy fő modellje, az egy kicsit fordítva működik, ugyanis a tévécsatorna ingyen juttatja el a felhasználóhoz a tartalmat, és egyfajta fuvarosként működik a műsorszóró hálózat üzemeltetője, tehát ő pénzt kap azért, hogy a tartalom eljusson oda. A földfelszíni műsorszórás elmúlt években legfontosabb eseménye a digitális átállás volt, ez 2013-ban történt meg. Azt gondoljuk, hogy a hatósággal és a médiaszolgáltatókkal egy jó együttműködésben egy nagyon sikeres átállást tudtunk megvalósítani. Ugye látszik itt ezen a csárton, hogy az analóg előfizetők eltűnésével is azért valamennyire sikerült megőrizni a földfelszíni platformnak a jelentőségét. Az analóg tévénézők többsége a földfelszíni digitálist választotta, ami egyébként nem egy triviális dolog, tehát például Romániában itt az elmúlt időszakban egy olyan analóg lekapcsolás történt, ami gyakorlatilag a platformnak a megszűnéséhez vezetett. Hogy néz ki a platform, hányan nézik és kicsodák? 4 millió háztartás van Magyarországon, ebből a mi statisztikáink szerint körülbelül 700 000 háztartás nézi a földfelszíni platformot, ami az összes háztartásnak a 17%-a. Ugye ezen kívül a platformok Magyarországon a műholdas és a egyre jobban elterjedő vezetékes, tehát kábel és IPTV műszaki megoldások. Az ingyenes jellegéből, vagy a többségében ingyenes jellegéből adódóan a földfelszíni platform nézőinek a többsége a szegényebb rétegekből kerül ki, viszont szerencsére látszik egy olyan trend is, hogy a fiatal generációk körében a tudatosabb, akár jobb módú, de tudatosabb vásárlók kezdenek az ingyenes földfelszíni tévé felé nézelődni, nem akarnak fizetni a kábel előfizetésére, és már egy olyan alternatívát nyújt a digitális földfelszíni, ami megfelel az igényeknek. Talán meglepő, hogy a földfelszíni digitális műsorszórást a nézők többsége, majdnem háromnegyede még mindig set-top box-szal nézi, ugye ez egy olyan készülék, amit a tévén mellé kell rakni, és ez dekódolja a digitális földfelszíni adást. Azért gondolom azt, hogy ez meglepő, mert a kereskedelemben kapható tévéknek azért azt gondolom, hogy többsége, vagy már majdnem mindegyik rendelkezik olyan túnerrel, ami a digitális földfelszíni adást dekódolni tudja. És hát talán egy érdekesség, a földfelszíni platformokra jellemző, nem csak Magyarországon, de mindenhol a világon, hogy fontos felhasználási módja nem csak az elsődleges tévé, tehát nem az a fő készülék, ami a nappaliban van, hanem második tévék, harmadik tévék, illetve a nyaralókban szeretik használni egyfajta ilyen második felhasználásként. Hogy néz ki a digitális földfelszíni műsorszórás Magyarországon?
5 hálózat épült ki, ezt 5 multiplexnek hívjuk. Gyakorlatilag az történik, hogy egy-egy multiplexben a TV csatornák jelét összekeverve szórjuk ki, és ezt a multiplexált jelet kell a dekodereknek utána szétválasztaniuk. Ugye az a nagyon nagy előnye a hagyományos analóg műsorszóráshoz képest, hogy egy multiplexben nagyon sok csatorna. Itt ugye látszik, hogy akár ilyen 10-es nagyságrendű csatorna is elfér. Ami még egy fontos momentum a magyarországi digitális műsorszórásnak, az az, hogy itt az úgynevezett erős multiplex operátor modellben működünk. Tehát nem a TV csatornák kapták meg a digitális földfelszíni licenszt, mint régen az analóg világban, hanem az Antenna Hungáriáé a licensz, és az Antenna Hungária dönti el ugye nagyon sok korlátozás mellett, hogy milyen TV csatornát rak be a platformra. Természetesen amellett, hogy vannak kötelezően viendő csatornák, a legszebb üzleti érdekünk az, és erre törekszünk itt a 2008-as indulás óta, hogy a lehető legtöbb ingyen nézhető kábel csatorna legyen a platformon. Hogyan működik? 2 modellünk van. Amint már többször említettem, a fő, vagy az alap és a legfontosabb modellje a földfelszíni műsorszórásnak az ingyenes, a mindig tévének brandelt szolgáltatás. Itt ugye nincs előfizetési díj és nincsen szerződéskötés. Ami kell hozzá, az egy tetőantenna, jó esetben, hogyha az illetőnek szerencséje van, akkor szobaantenna, és valamilyen dekóder, amit láttok, lehet kapni set-top boxokat, illetve a legtöbb tévé már tudja dekódolni a DVB-T adást. És van egy fizetős szolgáltatásunk is, ebben az esetben van előfizetői díj, ez ugyanúgy működik, mint bármelyik kábel TV előfizetés, havi díjat kell fizetni, szerződést kell kötni, és ugyanezeken a berendezéseken kívül még valamilyen Konax kártya és ennek az olvasási módja is szükséges ahhoz, hogy nézni lehessen az adást. Akkor lépjünk tovább arra, hogy mit gondolunk arról, hogy mik a földfelszíni platform sikere és milyennek a haszna. Kezdjük azzal, hogy azt gondolom, hogy a legnagyobb siker, vagy a legfontosabb szempontja, vagy az értelme a digitális átállásnak is az volt, hogy a korábbi az analóg világban 3 elérhető országos csatorna, az M1, az RTL, Klub és a TV2 mellett, vagy ezen kívül lehetőleg sokkal több csatornát is lehessen nézni a földfelszíni platformon. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó irányba haladt ez az elmúlt években. Ma már 12 csatorna nézhető ingyen a digitális földfelszíni TV platformon, ami azért a 3-hoz képest egy sokkal nagyobb szám. Arról nem is beszélve, hogy rögtön az indulás óta azért nem 3 volt elérhető, hanem 5-6-7 csatorna, és az elmúlt években sikerült ezt 8-ról 12-re feltornáznunk. Hasonlóan fontos szempont az, hogy ezek a csatornák, tehát ez a 12 ingyenes csatorna, ez nem csak számában egy nagyobb mennyiség, hanem tematikában is már teljes körű kínálatot tud nyújtani. Arra gondolunk, hogy a régi analóg kereskedelmi csatornák mellett, tehát az általános szórakoztató tematikájú csatornák mellett, a földfelszíni platformon most már ingyen nézhető sporttartalom, ingyen nézhető gyerekműsor, gyerekcsatorna, van zenecsatorna, van hírcsatorna, tehát egy ilyen kis kerek kis ajánlattá, történetté állt össze ez a dolog. És hát olyan csatornák vannak a platformon, amelyek itt egyébként Magyarországon extrém soknak számító magyar nyelvű csatornából is még 37%-os nézettségi részesedést tudnak elvinni. Bizonyára emlékeznek a kampányainkra, vagy emlékezhetnek erre a Rudolf Péteres kampányra. Ugye ez fontos szempontja volt annak idején a digitális átállásnak, hogy egy kommunikációval erősítsünk rá az átállás sikerére. Mi a haszna a földfelszíni műsorszórásnak? Kezdjük a műszaki haszonnal, és akkor utána említek pár dolgot, ami üzleti, meg talán társadalmi szempontból is fontos lehet. Ugye műszakilag talán ez az ábra szemlélteti a legjobban azt, hogy mi a különbség a műsorszórás és a egyre jobban elterjedő OTT-típusú tartalomtovábbítás között. Ez egy költségelőny azoknál a tartalmaknál, amelyek tömeges érdeklődésre tartanak számot.
És egyszer kell megépíteni ezt a műsorszóró hálózatot, nyilván nem volt olcsó, de ha egyszer megépült, akkor utána függetlenül attól, hogy hányan nézik rajta a tartalmat, a költsége nem változik. Tehát nagyon-nagyon hatékony tud lenni a műsorszóró hálózat olyan tartalmakra, amelyeket tízezrek, százezrek, milliók akarnak egyszerre nézni. Ezzel szemben az OTT vagy internetes tartalomtovábbítás esetén unikászt kapcsolatok jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden egyes nézővel ki kell építeni egy kapcsolatot, és ahányan akarnak nézni egy műsort, az annyiszor ennyi kapcsolatot és költséget jelent. Az ábra még később vissza fog jönni, mert ez szerintem egy fontos megkülönböztetés. Mi a haszna a tévécsatornák számára, hogy fenn vannak a földfelszíni platformon? Ugye nem kell hozzá agysebésznek lenni, hogy az ember rájöjjön, hogy a nagy kereskedelmi csatornák elsősorban reklámbevételekből élnek, és ezeket a reklámbevételeket úgy tudják növelni, hogyha minél több emberhez eljutnak. A földfelszíni platform az, ugye, ahogy az előbb mutattam, 700 ezer háztartás számára ez jelenti még mindig a tévé fogyasztásának a módját, amelyen keresztül gyakorlatilag teljes elérést tudnak a csatornák a nézők felé biztosítani, és ezáltal a reklámbevételeik is nőnek. Ez az ábrát majd a következő szlájdon kinagyítom jobban. Pár egyéb aspektus még, ami egy kicsit szoftabb, de talán fontos lehet az ingyenes vagy free-to-air csatornák számára. Ugye minden média csoport arra törekszik, hogy legyen egy szép, nagy, kerek, komplett média portfóliója, és ezeknek a média portfólióknak a státuszához nagyon jól jön az, hogyha elmondhatják, hogy van az egésznek az élén egy olyan zászlós hajó, ami az ingyenes terjesztésben is benne van, ez definiálja gyakorlatilag a csoportot, ugye beszélünk RTL csoportról, beszélünk TV2 csoportról, és ez emeli be a média csoportot abba a körbe, amiben már igazán komolynak lehet őt nevezni. Portfóliót építenek, tehát kábelcsatornákat próbálnak létrehozni a nagy média csoportok. A free-to-air lehetőséget ad arra is, hogy gyakorlatilag kereszt promócióban ezeket az egyéb csatornáikat is behirdessék, illetve a tartalommal is lehet játszani, tehát könnyen lehet taktikai lépéseket tenni az ingyen bárki számára elérhető, illetve a kábel csatornán elérhető tartalmak között. És végül az elmúlt időben sikerült ugye elérni a két nagy kereskedelmi csatornának, hogy ne vagy-vagy legyen a modell, tehát ne arról szóljon a történet, hogy ő vagy ingyenesen elérhető a földfelszíni platformon, és akkor nem kap senkitől műsordíjat, vagy azt kell, hogy válassza, hogy a kábel portfólióba érhető el, és akkor kap műsordíjat, hanem elérték ezek a csatornák, hogy most már úgy is meg tudnak maradni az ingyenes platformon, hogy egyébként tartalomdíjat kapnak a kábel szolgáltatóktól. Amire az előbb utaltam, úgy hívjuk, hogy Open Window kezdeményezések, ugye a fizetős szolgáltatásban levő csatornákat időnként kinyitjuk, tehát mindenkinek elérhetővé tesszük, levesszük róla a kódolást. Nagyon szépen mutatják ezek az időszakok, itt most nem mondhatom el, hogy melyik csatorna melyik volt, mert ezek üzleti titkok, de nagyon jól látszik, hogy akár 75%-os share, tehát nézettség növekedést is el tudnak azáltal érni, hogy kilépnek az ingyenes világba. Végül nem utolsó sorban, mi a fogyasztói haszna az ingyenes tévézésnek? Nagyon egyszerű, ingyen van. Ugye a magyarországi háztartásoknak az átlagos tévé költségét azt határozza meg, hogy mennyi az átlagos kábel előfizetési díj, illetve hogy hányan nézik az ingyenes platformot. Nagyon egyszerű rájönni arra, hogy minél nagyobb az ingyenes platformnak a nézettsége, annál olcsóbb lesz ez az átlagos költség. Illetve, ahogy az előbb mondtam, gyakorlatilag ma már ezzel a 12 csatornával és a teljes körű tematikával ez egy reális alternatíva a háztartások számára, hogy döntsenek amellett, hogy előfizetnek egy kábelszolgáltatásra, vagy egyébként nézik a kielégítő kínálatot nyújtó ingyenes szolgáltatást ingyen. Nagyon jelentős megtakarításokat eredményezhet egy háztartás számára. Térjünk át a kihívásokra. Az első témánk az a frekvencia kérdés. Elhangzott a bevezetőben főigazgatóasszony részéről. Itt ez az ábra is mutatja. Az első digitális hozadéknak nevezett 800 MHz-es tartomány már elvételre került az egyébként digitális tévé műsorszórásra használható frekvenciatartományból, és hát elkerülhetetlen az, mert döntés van arról, hogy
a második digitális hozaték is lecsippentésre kerüljön mobil célokra. Itt látszik, hogy a piros tartományban egy újabb tartományt fog elveszteni a tévéműsor szórása a következő években, 2020 után. Mit lehet tenni? Ugye van egy kézenfekvő műszaki megoldás, ha kevesebb a frekvenciánk, akkor kevesebb a kapacitásunk. Van-e olyan trükk, vagy van-e olyan műszaki mód, amivel meg lehet őrizni ezeket a kapacitásokat, illetve a tartalmakat? Van, tehát van egy elvi lehetőség a műszaki oldalról. Át lehet állni a mostani DVB-T szabványról DVB-T2 szabványra, ami többletkapacitást tesz lehetővé ugyanazon a frekvenciatartományon. Tehát, hogyha elveszítünk frekvenciákat a mostani tartományból, akkor is ki lehet gazdálkodni ugyanazt a kapacitást, illetve más tömörítést alkalmazva, ez az úgynevezett AGVC tömörítés, ami most divatos és terjed. Ez pedig ugye azt teszi lehetővé, hogy ugyanazon a kapacitáson hatékonyabban történjen a műsoroknak a terjesztése. Tehát több csatornát lehet akkor elérni ezáltal. Ahogy a bevezetőmben mondtam, hagyj térjek ki itt a műszaki aspektusokon kívül két másik dologra. Az egyik egy üzleti megfontolás, a másik pedig gyakorlatilag egy fogyasztói. Ugye talán ez a közönség számára a legkevésbé izgalmas, de az Antenna Hungária ebben üzletileg érdekelt. Tehát számunkra nagyon fontos az, hogy van-e értelme egy T2-es átállásnak üzleti szempontból nézve. Sejthető, hogy a műsorszóró hálózat T2-re való átállítása az beruházásokat igényel. Most az Antenna Hungária nagyon nagy örömmel végez beruházásokat, abban az esetben, hogyha látjuk azt, hogy egyébként ez a beruházás ez meg fog térülni, és van rá tényleges ügyféligény, hogy használják ezeket a beruházás által keletkezett kapacitásokat. Azt gondoljuk, hogy akkor érdemes T2-re váltani, Antenna Hungária üzleti, free-to-air üzleti szempontból, hogyha maguk a csatornák úgy gondolják, hogy lesz több free-to-air csatorna még, lesz még több ingyenes csatorna, illetve hogyha el akarnak mozdulni 4K, 8K irányba, vagy HD irányba azok, akik még nem HD-ben vannak. Mi történik a Mindig TV Extra-val, tehát az Antenna Hungária fizetős szolgáltatásával? Ugye azt, hogyha átállítjuk a hálózatot T2-re, akkor a fizetős ügyfeleinknél nem ússzuk meg azt, hogy gyakorlatilag eszközöket bocsássunk a rendelkezésükre, le kell cserélni a Mindig TV extra ügyfelek eszközeit T2 kompatibilis eszközre, ami pedig gyakorlatilag egy teljes újraakvirálását jelenti az előfizetői bázisnak. Egyszer kifizettük értük az értékesítési költséget, ez ugye pénzbe kerül, és most újra, csak azért, hogy megtartsuk őket, újra el kell költeni egy előfizetőnként akár 10 000 vagy több 10 000 forintos összeget. Végül, de nem utolsó sorban a T2-es átállás fogyasztói megfontolásai. Ugyanúgy, ahogy a Mindig TV extra ügyfeleknél az Antenna Hungária tenné meg, az ingyenes TV nézőknél maguknak a nézőknek kellene beruházniuk egy új eszközbe. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon sajnos főleg azok a rétegek, akik az ingyenes televíziós platformot nézik, nekik nagyon nagy teher az, hogyha 5-6-7 évvel az első átállás után újra be kéne ruházniuk az eszközökbe. És hát ugye úgy, ahogy az első digitális átállás esetén, ez a beruházásnak ennek volt egy előny oldala. Ugye láttuk, hogy 3 csatorna helyett már 12-t lehetett nézni. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi lenne ennek az előnye. Ha most átállnánk T2-re, és a nézőknek le kéne cserélniük a set-top boxaikat, vagy a tévéiket, akkor pont ugyanazt a tartalmat néznék rajta, amit előtte. Azt gondoljuk, hogy nagyon érdemes megfontolni azt, hogy egy T2-es átállás ilyen szempontból, társadalmi haszon szempontjából mikor lenne időzíthető. Végül a másik kihívás a fogyasztói szokások, talán egy kicsit kellemesebb téma, picit. Nagyon sokszor elhangzott ma már, és még szerintem nagyon sokszor elfog, hogy változnak a médiafogyasztási igények. Egyértelműek azok a statisztikák minden forrásból, amik arra utalnak, hogy az internetes típusú tartalomfogyasztás, tehát a bármikor rendelkezésre állás, az interaktivitás, a személyre szabhatóság, az egyre fontosabb a nézők körében. Ez egy olyan trend, amivel azt gondolom, hogy számolnia kell minden platformnak.
Azon kívül, hogy a statisztikák ezt mutatják, én hagyd mutassak még egy ábrát, ami igazából logikailag mutatja be azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy a tartalomfogyasztás jövője végső soron az OTT, és azt is gondolom, hogy itt a korábbi előadásokat ez szintén jól visszaigazolja. Meg kell nézni azt, hogy mit tud az OTT, amit a hagyományos tévé nem tud, és tud-e olyat a hagyományos tévé, amit az OTT nem tud. Ugye az internet szoktatta hozzá az embereket ahhoz, hogy a tartalmat már interaktívan nézhetik, bármikor nézhetik, megállítva nézhetik, bármilyen eszközön tudják fogyasztani a tartalmat, és nem utolsó sorban ne felejtsük el, hogy az internet nyújtotta először azt is, hogy olyan réteg tartalmak érhetőek el az emberek számára, amiket a hagyományos többségi igényre tervezett médiavilágban nem tudtak elérni. Ezek olyan tényezők, amik a hagyományos tévével szemben az OTT-t gyakorlatilag egy megkerülhetetlen előnybe helyezik. Amit a hagyományos tévézés előnyének szoktak mondani, hogy van ez a passzív fogyasztás kényelme, ugye hátradőlve hazamegyek, hátradőlök a kanapén, bekapcsolom a tévét, és akkor nézem, amit adnak, és ez egy pihentető dolog. Igazából mi sem egyszerűbb annál, mint hogy az OTT platformok ezt mondjuk egy ajánlórendszerrel leszimulálják. Tehát én nem gondolom azt, hogy a hagyományos tévé előnyeiből az OTT világba bármi el fog veszni. Ezért gondolom azt, hogy logikailag megkerülhetetlen az OTT, mint a tartalomfogyasztás jövője. Miért van mégis még hagyományos tévé? Ugye egyrészt viszi tovább a lendület. Minden változás, főleg olyan nagy piacokon, mint a média világa, idővel jár, vagy idő kell hozzá. Itt három dolgot raktam rá az ábrára. Ugye egyrészt az üzleti modell, amikor bejönnek a jogászok, és akkor amikor a jogászok elkezdenek rajta gondolkodni, akkor tulajdonképpen melyik tartalom milyen platformon továbbítható, az mit jelent, mennyi ideig továbbítható, milyennek a tartalomnak az értéke az adott platformon. Ezek mind olyan kérdések, amik igazából még formálódnak. Illetve az üzleti modell szempontjából ugye a monetizáció, tehát hogy hogyan lehet az OTT világában értelmes, nyerességes üzleti modelleket üzemeltetni, ha a közönség megszokta azt, hogy az internet mondjuk ingyen van. Van egy tehetetlensége a nézőknek is, vagy a fogyasztóknak, vannak hagyományos szerződéseik, megszokták, hogy a kábelszolgáltatótól kapják a televíziót, megszoktak egyfajta fogyasztási módot, ezek mind-mind olyan dolgok, amik egy kicsit ilyen közegellenállásként lassítják az OTT térnyerését. És végül ugye az internet penetráció, az OTT-hez internet kell, bár itt elhangzott ugye az előző előadásban, hogy a lehet tenni az OTT tartalmak jobb fogyaszthatósága érdekében a content delivery networkökkel, de azért mégiscsak kell az a sávszélesség az otthoni előfizetőnek, amin értelmesen tudja a műsorokat nézni. Másrészt, és ugye ez az ábra, ami már egyszer szerepelt, van azért a műsorszóró világnak egy olyan előnye az OTT-hez képest, ami még tartja magát, és azt gondolom, hogy egy darabig tartani is fogja. Ez pedig az, hogy azoknál a tartalmaknál, amik nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, sokkal előnyösebb költség szempontjából egy műsorszóró hálózaton kitolni ezeket, mint hogy egy-egy kapcsolatot létesíteni minden egyes OTT nézőhöz. Ugye nagyon jól mutatja szerintem ez például, hogy a mobil szolgáltatók kezdenek szembesülni azzal, hogyha mindenki a mobil netten elkezdi nézni a tartalmakat, akkor hát ez túl terheli a hálózatukat, próbálnak CDN-ben egyre közelebb menni ők is a fogyasztóhoz, raknak le CDN-eket a hálózatuk különböző pontjára, de ők is kacsingatnak abba az irányba, hogy mi lenne, hogyha az például, hogyha mindenki, mit tudom én, este azt a meccset akarja nézni, és mindenki bekapcsolja a mobilneten a meccset, akkor mi lenne, hogyha mondjuk broadcast jelleggel sokkal költséghatékonyabban meg lehetne ezt oldani. Két világ legjobbika, ugye a hibrid tévé, az a fogalom, ami egyesíti ezt a hagyományos műsorszórásnak és az OTT tartalomtovábbításnak az előnyeit. Így gyakorlatilag azt jelenti, hogy internetre köthető tévékkel elérhetjük azt, hogy a tömeges érdeklődésre, élő műsorokra való igény az a műsorszórási hálózaton kerüljön kielégítésre, míg a niche tartalmak, tehát réteg tartalmak, az on-demand, lekérhető tartalmak, vagy akár az interaktivitás pedig az internet tudja biztosítani. Az Antenna Hungária
hibrid TV platformja a HBB TV. Ez ezen kívül tud még egy pár érdekességet, úgyhogy ajánlom, hogyha valaki tud róla, hogy HBB TV képes készüléke van, akkor nyomja meg azt a piros gombot. Hogyha nem tudja, hogy úgy van, akkor pedig érdemes megnézni. Végül hadd zárjam azzal, hogy mindettől függetlenül mi is azt gondoljuk, bár azzal kezdtem a mondani valómat, hogy mindennél fontosabbnak tartjuk a földfelszíni platformot az Antenna Hungária üzleti érdeke szempontjából, hogy hosszú távon az OTT vagy internetes terjesztése a jövő. Úgyhogy próbálunk is felkészülni erre a világra. Content Delivery Network, tehát CDN hálózatokat létesítettünk. Ezeket B2B, tehát üzleti ügyfeleknek értékesítjük, és hát folyamatos fejlesztéseink vannak az applikációk, illetve a lakossági irányba történő OTT szolgáltatások terén is. Én bátorítok mindenkit, hogy próbálja ki az Antenna Hungária applikációit, illetve hogyha itt az egyetemről valakinek vannak jó ötletei, akkor ezt biztosan az innovációs projektünkbe be tudjuk majd csatornázni. Én köszönöm szépen a figyelmet, igazából annyit szerettem volna átadni, hogy miért gondoljuk azt, hogy a földfelszíni tévé műsorszórás az fontos, miért gondoljuk azt, hogy nagyon jelentős haszna van nem csak üzleti, hanem társadalmi szempontból is, és hogy mik azok a kihívások, amikkel szembesülnie kell ennek a platformnak a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Dobé Sándornak előadását, kérem fogadja el minket ajándékokat. Köszönöm szépen. Felkérem Horváth Edét, a Huawei Regional Solution Managerét, tartsa meg előadását. Üdvözlök mindenkit, én Horváth Ede vagyok, és a közép-kelet-európai régióban foglalkozok IPTV-vel. Az OTT-ről fogok fókuszálni ebben az előadásban, különös tekintettel arra, hogy milyen problémákkal szembesülünk a technológia fejlődésével. Ahogy már a korábbi előadásokban elmondták, a szélesebb megjelenésével párhuzamosan jelentek meg a különböző IPTV szolgáltatások, és ahogy a mobil internet is fejlődött, és most már a médiákat könnyen le tudunk játszani mobilon, kezdtek el fejlődni az OTT szolgáltatások. A szolgáltatók szempontjából fontos az, hogy ugyanazt a szolgáltatást tudják nyújtani minden hálózaton. Tehát ugyanaz a tartalom meg tudjon jelenni mind az IPTV hálózaton, mind pedig a nem menedzselt interneten. Korábban már beszéltek róla, hogy a DVB megjelenésével még kártyaalapú titkosításokról beszéltünk, és ahogyan fejlődtünk, jutottunk el oda, hogy a régi tradicionális DRM-ek is megjelentek online DRM-mel, és megjelentek olyan DRM-ek, amik viszont pusztán online DRM-ként működnek. Ilyen például a Fairplay is, Widevine, és még lehetne sorolni. Milyen eszközökön tudunk OTT-n tartalmat megjeleníteni? Ezek okostelefonok, set-top boxok is lehetnek, set-top boxból lehet Android, lehet Linux,
ezeken viszonylag könnyen meg tudjuk oldani a DRM megoldást, fejlesztünk egy alkalmazást, ugyanazt a DRM-et tudjuk használni az esetek nagy többségében, amit a platformunkban már IPTV-nél egyébként is használunk. És végül nem listáztam ki, de van még a Smart TV is, itt is hasonló a helyzet, és vannak a brózerek. A pluginok letiltásával egy olyan helyzethez érkeztünk, ahol megoldást kellett találni arra, hogy a különböző eszközökön különböző DRM az, ami támogatott. Ezáltal ez a platformon azt jelenti, hogy ugyanaz a tartalom több másolata kell, hogy meglegyen. Ez több szempontból jelent problémát. Egyrészt tárhelyigényes, képzeljük el, hogy egy komolyabb szolgáltatónál több ezer kontent érhető el. Ez különböző profilokban, nyilván az adaptív bitrét miatt, és különböző DRM-ekkel. Milyen megoldások vannak? Hát nyilvánvalóan el kell indulni egy szabványosítás felé, és egyszerűsítenünk kell a túlságosan fragmentált megoldásokat. Így szükségessé vált az, hogy valamilyen umbrella vagy multi DRM megoldás bevezetése kerüljön. Gyakorlatilag itt arról beszélünk, hogy a platform oldalon egy titkosításban tároljuk magát a tartalmat, és kulcscserék történnek, tehát a kliens számára ki tudjuk játszani Widevine-ban, ki tudjuk játszani PlayReady-ben, de ki tudjuk játszani az IPTV-n egyébként is használt DRM-mel. Igen ám, de a világ nem ennyire egyszerű, hiszen itt nem csak DRM-ről beszélünk, hanem streaming technológiákról is beszélünk, és ugye a HLS-sel, Smooth Stream-mel szintén duplikált tartalmaink vannak a platformon. Erre megoldás az MPEG-des és MPEG-des just-in-time packaging-gel kombinálva. Ezáltal platform oldalon egy tartalmat tárolunk, és az OTT eszközök felé abban a packagingben és olyan kulcsokat továbbítunk, amit az adott eszköz támogat. Továbbá fontos az, hogy mindezt egy cloud alapú megoldással csináljuk, hiszen egy OTT szolgáltatásnál nagyon sok peak van a fogyasztásban, és legegyszerűbb módon így tudjuk a felhasználók igényeit kielégíteni. Szükség van arra, ahogy már említettem, hogy szabványosítsunk, szabványos megoldásokat használjunk. A jövőre nézve nem csupán a just-in-time packaging, a megoldás, a technológia fejlődik, vizsgáljuk és vizsgálják többen a just-in-time transcoding, a just-in-time encoding lehetőségeit, amivel tovább lehet egyszerűsíteni, és valóban el tudjuk érni azt a célt, hogy egy tartalom, egy másolata legyen szükséges. És mi a jövő? Hát valószínűleg fejlődünk majd, és el fogjuk érni a 8K-t. Ugye ma már kaphatók 8K-s tévék. A DES
szintén fejlődni fog, 4K-des, be lesz mutatva, multicast, adaptív bitrate meg fog jelenni, és hosszú távon az IPTV és az OTT egy mederbe fog kerülni, és egy tartalom lesz tárolva. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadását, kérem fogadja el ezt a kis ajándékot tőlem. Köszönöm. I would like to ask Mrs. Yulia Kulikova, the Director of Eastern Europe and CIS Regulatory Affairs from Inmarsat, to hold her presentation. The presentation title is Present and Future of Mobile Satellite Communication in Europe. How do I find this? It's a good question. PPT has no eyes. Which one is mine? This? Yeah. No, this is not mine. No, it's in Marsat. Have you... I have my laptop. Okay, it's good. Hello, I'm sorry for this technical problem. I guess that the presentations got lost somewhere in the middle. So you can see my wonderful twins and myself with my husband in front of the Swiss lakes. That was not exactly what I planned, but you can be... You can admire the landscape. So my presentation is in English. I will try to speak as slow as I can. And if you have any questions, please interrupt me and ask me. And unfortunately, my Hungarian is limited to Köszönöm and Viszlát. So my apologies. I will try to improve it and arrive at least to 10 words next time, but for the moment, that's where I am standing. So, where is the slideshow? Yeah, here we go. So you probably, I wondered myself how I can fit in the program of the conference, and you probably also wonder how the satellites actually
are fitting in the world of broadcasting and television. So I think we all have a very challenging future in front of us. We are moving towards a greater convergence of services, and we cannot really talk anymore about just mobile satellite services or fixed satellite services or broadcasting. We are moving in some sort of a big pot of communications that will mix all technologies together. And I will try to show you where we stand as a satellite company with this very challenging new world. So I will present shortly who is Inmarsat, what we do. If you don't know, but maybe many of you knows actually. So we are a mobile communication satellite company with a fleet of 12 now satellites. The last satellite was launched the day before yesterday, with a very famous SpaceX missile with Elon Musk's project. So we historically were created to provide the maritime communications, so mainly for safety on the sea. That was in the 80s, and then it was very important to have some sort of communications for the ships, to save lives essentially, and to ensure that they can arrive to the port safely and without any problem. But we obviously expanded because technology expanded, markets expanded, and we followed the trend. Now we are present everywhere. So if you take vessels, if you go on a ferry, we will be present in some way or form. If you take the plane, there will be the same. We will have we will provide connectivity to the cockpit, to the cabin, and if you go to on land, and if you need communication in remote areas, you will probably use one or another satellite technology that would be available, because cellular networks are not always there. So those are our satellites, and we are going to launch soon a satellite in S-band. It's going to be the end of June, and it's our new project, of which I will be talking later. So this, as I said, the original services that we've been providing on maritime and aerosafety, and we are supporting things like global flight tracking, autonomous distress tracking, flight data recovery on aircraft, for global maritime distress. For those who know, there is a system that's called GMDSS, and this is something that is compulsory for all the vessels. And it is absolutely necessary if you want to go and see to be equipped with this standard. So in future, we see our business opportunities mainly on aviation, which is still a segment that is not entirely connected, and in cars. I heard, unfortunately, I couldn't understand everything, but a presenter spoke about connected cars and Budapest. So I suppose that we also moving into this direction, and we also see that there is potential in this business for the satellite companies. So we guess that we are very well positioned with a very diversified portfolio for practically all the segments, and we do have a very good experience and high-skilled staff and very good products to actually fit in the new world of connectivity and provide with more digital opportunities and products in this more and more digitalized world. So to speak about our present plans and a little bit about Hungary,
In this context, I would like to tell you about the European Aviation Network. So it's a high-capacity network across Europe, which uses the hybrid system in the S-band. So there is two components to it. So satellite infrastructure with satellite itself and the ground infrastructure of our partners on the ground, which is called Aviation Complementary Ground Component. So you can see the picture on how it works. So it's an integrated network. You have LTE on the ground, and you have a SATCOM on in the skies. Both communicate, and both can provide cabin connectivity for passengers. So it's a reply to a market request on the aviation side. Where in Europe, where the density of traffic, as everybody knows, is extremely high, there is a lot of low-cost airlines that that carry on passenger traffic. There is increasing competition between the airlines for the passengers, and one of the diversifiers for the airlines is the provision of connectivity services on board aircraft. So, unfortunately, the present models, the present SATCOMs are insufficient, so we were looking for a network that would be fitting with the digital expectations of the users, and we came up with this idea of a hybrid network for the aircraft. So you can see the next slide which frequency we are using and how the aircraft will be equipped and which satellite coverage is going to be is going to be provided for this project. So it's mainly European Union that is due to the regulatory requirements. The allocation of frequency was done by the European Commission, and therefore we are limited to the European Union for the moment. So in terms of the partnering with the ground infrastructure, we contracted with Deutsche Telekom / T-Mobile, and they are installing the relevant antennas on the sites across Europe, as you can see. And in Hungary, our colleagues from Magyar Telekom, who are sitting just above there, taking care of this project. There will be 5 or 6 sites in Hungary, especially on the routes of the flight of the airplanes. And we are working together closely with them to enable this end of this year, beginning of the next year. Any question? Okay, so that's our present. This is our present plan. That's what we are going to launch very soon. And we hope that it will work and the passengers will be using this service extensively. We do look at the future plans, especially of the European Commission and at the so-called 5G. I think it's not really a secret to anyone that it's still very much of a vague concept. We don't really know how it will exactly look, but we know that 5G would basically connect everything that exists. So everything will be digital, there will be smart cars, there will be smart homes, there will be smart refrigerators, the humans wouldn't be doing anything anymore. Everything will be done by telecommunications and machines talking to other machines. So how do we fit in it?
We do often hear that the satellite doesn't really have a role to play in 5G. But we tend to disagree because we still remain an important part of the overall networks. Cellular networks are extremely efficient in the urban areas. They are very well present. They provide very good connectivity. But there are areas, particularly rural areas, where the this is not possible. Its business case doesn't obviously work for the cell networks, and the communication rely on satellites. So that's the first aspect of it. There will be always segments like trains, aircraft, vessels, again, where the satellites will be needed, and where the Internet of Things also will be present, because it's going to be part of our lives. So, again, you cannot forget the satellites in that. We often also told that satellites are too slow and too expensive for providing Internet of Things type of services. It's somewhat a wrong assumption, because satellite industry has ramped up to the requirements of the market, and now we have very efficient, high-throughput satellites that can provide very good speeds, very good quality of services, and definitely can be well competitive on the in the market with even the cellular networks. In addition, satellites are very reliable, and particularly reliable in emergency situations where the ground networks unfortunately may not work for various reasons. So, to substantiate our case, 3GPP has also made use cases that are supported by the satellite. So it's a relatively extensive table that you can see. But if you manage to read, you can see that satellites are present practically everywhere, particularly machine-to-machine communications. And they are definitely an indispensable part of nowadays digital world. So We can see how we can work together on this diagram, where we intervene and how we can cooperate. And one of the examples that we are now working on, but we have not yet definitely made the proof concept, is the intelligent cars. I have attended a conference last week where the European Commission was saying that connected cars is one of the priority plans for the EU. So they see that there is massive social and economic impact of this development program. We as a union, lose a lot of money on congestion, on fuel, on time, on lives. In the car sector, because clearly there are lots of accidents, there is a lot of traffic problems, and therefore making cars smarter, making cars safer, would save money and lives for the European countries. And therefore Commission wants to stimulate this program as much as it can. And we also see that we can contribute to it. Well, firstly, of course, in the areas where the cellular networks cannot really help, because the cellular networks are mainly will be in urban areas, but when you somewhere in the mountains, it's much more difficult. And an addition of a satellite technology will be very beneficial to the car users, because clearly it will be will be able to communicate even when the ground technologies are not available. So we do develop now different type of solutions that we can integrate with
our car manufacturers, and that can enhance safety, that can better the monitoring of the vehicle, that can also provide entertainment, because for many people the driving is not only a necessity, but can be an entertainment part for children or for passengers who are sitting nearby the driver. And clearly also it depends on the connectivity that you can have while you're driving. So that's how we see the satellite integration for the 5G. And we hope that this going to happen soon, and that the European users will benefit from these new technologies in very short time. So, that's a little bit of a message to our regulators. We would like to remind to our regulators that for this to happen, we need sustainable and viable spectrum access for all the components of 5G ecosystem. And satellites shouldn't be forgotten. This shouldn't be only concentrated on the cellular networks, but we should be also considered as an integral part of 5G ecosystem, and the spectrum that was planned to be allocated to 5G, to the IMT during the WRC 15 should be should remain as it was programmed. So just sort of a recap slide. This is how we see the satellite uses in the ICT ecosystem. You can see that it's pretty much used everywhere, at home, in, on transportation, on vessels, on vehicles, for backhaul of mobile network. And therefore, in this converged digital market, even if you don't see it, you still use it. So no matter about what you speak, which type of content delivery, you still use the satellites without obviously noticing it in an immediate way. Okay. Well, thank you very much. And if you have any questions, I'm happy to answer them. I will be in the hall after the presentations. Thank you, Mrs. Yuria Kolikova, for your presentation. Felkérem dr. Tremmel Jánost, a Magyar Telekom NRT hálózatfejlesztési igazgatóját, tartsa meg előadását. Előadásának címe: műsorszórástól a virtuális valóságig. Igen. Bocsánat, az a gond, hogy nem tudom, hogy pillanat, és megkeressük. Bocsánat. Egy kis türelmet kérnénk, van egy kis technikai problémánk. Addig bemutatkozom. Jó napot kívánok! Az eladás állítólag tegnap délután megérkezett, de most éppen keresés fázisában vagyunk. Engem Tremmel Jánosnak hívnak, a Magyar Telekom műszaki területén dolgozom, és a mobil átviteltechnika, IP és kórhálózatok, tehát központhálózatok fejlesztése, üzemeltetése tartozik hozzám. És szerettem volna egy nagyon szép
képes előadást tartani önöknek. Nem tudom, ez fog sikerülni, vagy sem. Ha már tévéről és videóról is van szó. Hogy az asztalon van kitéve, nem tudom, melyik lehet az öné. Hát ha szól, akkor nem is asztalon is. Ügyet, hogy tud mondani? Igen, most már látszik. Köszönjük a türelmüket! Köszönöm szépen én is a türelmet. Valószínűleg nem árulok egy nagy titkot azzal, hogy az elmúlt 50 év elkényeztetett minket, és magasat emelte a mércét. Tehát a kedvenc tartalmainkhoz bárhol, bármikor, bármivel szeretnénk hozzáférni. A bárholt nyilván elhozta számunkra a mobilhálózat az elmúlt 20-25 évben, a bármivel az utóbbi 10 évnek a terméke, amikor rengeteg okos eszköz jelent meg, és tartozik a mindennapjainkhoz. Nélküle pára már el sem tudják képzelni az életüket, de ebben most nem mennék bele. És egy picit időznék el a jobb oldalon a tartalmak körében. Tehát a klasszikus tartalmakat, ha nézzük, videó streaming, videójátékok, vagy akár videó megfigyelő rendszerek mellett a tartalmatnak egyfajta demokratizálódás is megfigyelhető. Ilyen az e-oktatás, videócsat, és még inkább a saját tartalmak egyre intenzívebb feltöltése, megosztása. Csak ellenőrzöm, hogy minden működik ott is, ahogy itt. Két fő vonulata van az elmúlt évtizedeknek. Az egyik, hogy szorul vissza fokozatosan a lineáris tévézés, hogy az ábra felső része mutatja, és az a szürke csík, ami itt most nem jelent meg sajnos, nem tudom miért. Ezt próbálta szimbolizálni, teljesen nem veszik ki, csak változik, és egyre kevesebbet fogyasztunk belőle. Mi korábban teljes mértékben szinkronba kellett járnunk a műsorkészítők által elképzelt lejátszási időkkel, nem volt mese, akkor kellett odaülni a tévé elé, és legtöbbször az egész családnak, amikor a kedvenc film elindult. Ez az időhöz kötöttség már a lineáris tévézésben is lassan kezd felbomlani, felazulni, köszönhetően egyrészt a videórögzítés, másrészt az archív TV, harmadrészt a különböző timesheet funkcióknak. Az is megfigyelhető, hogy még a holdraszállást, amikor közvetítették Amerikában, és sokan akár megálltak a kirakatok előtt, és 50-100-an nézték a kirakatüvegen keresztül a fehér-fekete tévéközvetítést, és megosztoztak egy képernyőn, ma már egy családon belül is, akár nálunk is, ez eléggé nehezen megy. Tehát az nagyon ritka, amikor össze tudok trombitálni 3 vagy 4 családtagot egy szombat esti mozihoz. Legtöbbször 2 vagy 3 képernyő köré csoportosul a kis családom. Az alsó rész mutatja az ezzel párhuzamosan egyre inkább kibontakozó, egyre személyre szólóbb tartalomfogyasztást. Ugye elindult az interaktív videóval 10-15 évvel ezelőtt, ahol már lehetett esetleg távszavazással beavatkozni műsormenetekbe, ahol az egyre több tartalmat pénzért el lehetett érni, ami értékes volt számunkra, és ez fut tovább a jövőbe, egyre inkább elfelejtjük majd a lineáris tévézést, vagy csak háttérképernyőként használjuk, és ami a kezünkben, ölünkben van egyéb okos eszköz, ott pedig párhuzamosan fogyasztjuk a még kedvesebb tartalmat. Tehát itt lassan az figyelhető meg, hogy egy szempárnak, egy agynak 2-3 képernyőre van, lesz, lehet szüksége. Mit jelent ez a hálózatunkban? Itt valós számokat látnak a Magyar Telekom hálózatáról. Tehát azt látják az ábra bal oldalán, hogy nagyságrendileg a teljes forgalom fele csúcsidőben, ez este 8-9-10 óra környékén zajlik, már unicast videó, és a másik fele minden egyéb.
és ennek a felének, ennek a 246 gigabit per szekundum forgalomnak 80% a YouTube videó. És ami még szebbé teszi a dolgot, hogy a YouTube nem ismer érgalmat, tehát évi 40%-kal ígéri, hogy növekedni fog, és körülbelül ezt mérjük is a hálózatban. Tehát ez mutatja, hogy milyen hegemon szerepe van már ma is az Unicast videónak a tartalomfogyasztásban, és azt gondoljuk, ez a jövőben még inkább eltolódik ebbe az irányba. Mit teszi lehetővé, hogy ilyen hatalmas videófogyasztás nem robbantja szét a hálózatot, magyarul tartani tudjuk a lépést. Két fő technológiáról fogok beszélni, az elsőt itt az ábrán látják, tehát egyre felettebb videókódolónk vannak, egyre inkább tudjuk tömöríteni jó minőségben, tehát alig észrevető minőségromlással a nyers videó tartalmat. Ezen az ábrán próbáltuk azt érzékeltetni, hogy mik voltak azok a nagyobb mérföldkövek, ugrások az elmúlt két évtizedben, amelyek lehetővé tették ezt a hatalmas arányú kompressziót. 1999-ben fogadták el az MP2 szabványt, és ennek vegyük a komplexitását egynek. A komplexitás egy relatív mérőszám, próbálom vele érzékeltetni, hogy mekkora számítási kapacitás, mekkora processzor teljesítmény és memória használat szükséges az adott videókódolás megcsinálásához. És utána érkezett rá 5 évre a ma leginkább használt, kedvelt MPEG-4 H264 szabvány, ami ugye összenyomta nagyságrendileg harmadára a bitrátákat ugyanolyan minőség mellett. Ennek mi volt az ára? 20-szorosan megnövekedett a számítási igény. Tehát ez több, mint exponenciális növekmény. Én most a tartalom bekódolásáról beszélek, nem a kibontásáról a fogyasztói eszközben. És ugye jött 2013-ban a H265, ahol még rátettünk egy 15-szörös komplexitást, tehát 20-szor 15 az 300, és nyertük azt, hogy megfeleztük a szükséges sávszélességet. De ez mutatja azt, hogy nagyon fontos azért a legszűkebb erőforrás szinte minden távközlési rendszerben, legyen az vezetékes vagy mobil, a sávszélesség. Tehát erre próbálunk optimizálni, és ami úgymond olcsó cukorka, könnyen megvalósítható, mert hiszünk, hogy még a Moore törvény folytatódik, vagy ezt nekem tanár úr tanította sok évvel ezelőtt. Tehát megfizetjük sokszorosan az árát neki. Ha ezeket az ugrásokat kisimítjük, azt látjuk, hogy évente nagyjából 10%-kal nő a 10%-a nő a tömörítési ráta, tehát csökken a szükséges sávszélesség ugyanolyan minőség eléréséhez. Az MPEG vonulat mellett azonban van egy másik is, ami picivel jobb videótömörítést kínál, ezt AV1-nek hívják, és az a szép benne, hogy nem licenszköteles open source, tehát ezt a következő pár év fogja eldönteni, hogy mi lesz a jövője, lesz igazán versenytársa az MPEG szabványoknak. Elég erős szövetség tömörült mögé, tehát nagyon nagy nevek Intel-től kezdve, Nvidia-n át, ARM, ADM, stb. A másik technológia, ami nagyon segít abban, hogy viszonylag szűk és változó, és sztolasztikusan változó környezetben tudjunk jó minőségű videotartalmat átvinni, az pedig a különböző adaptív streaming technológiák. Ezt két része bontva szeretném csak illusztrálni önök számára. Az első rész, amikor előadjuk a tartalmat különböző felbontásokban, és eltároljuk egy webszerveren, ahonnan aztán majd fogyaszthatóvá válik. Tehát ennek alap esete, amikor van egy nagyon jó minőségű videókódolónk, aki, hogyha elég erős, akkor párhuzamosan 2-3-4 különböző felbontással eltárja a videótartalmat, ráadásul fölvágja kis apró szeletecskékre, amiket majd később könnyű lesz a másik oldalon a fogyasztó felé továbbítani. Ezzel párhuzamosan elkészülnek a lejátszási listák mindegyik felbontáshoz, plusz az összes felbontást összefogandó egy mester lejátszási lista, aki azt is tudja, hogy különböző csatornaviszonyok mellett, tehát sávszélesség viszonyok mellett, mikor melyik lejátszó listához érdemes fordulni, aki aztán utána továbbá megcímzi majd a szükséges videótartalmat, amit le kell játszani. Ez pedig ugye a másik oldalon látható, mikor mondjuk egy mobil eszközzel szeretnénk megnézni ezt a videót,
Legfontosabb, hogy ezeket a lejátszási listákat belétve a mester lejátszási listát letöltsük, hogy pontosan tudjuk, hogy mi, mikor, hogy kezdődik, és milyen tartalmakat hogyan tudunk címezni, elérni. És innentől kezdve a mobileszköznek és a webszervernek az interakciója múlik, hogy a kis, közepes vagy nagy felbontású szeleteskét kér éppen a következő soron következő filmrészlet bejátszása az a mobileszköz. Nyilván egy megfelelő bufferelés kell ahhoz, hogy a csatornának a véges válaszidejét kiegyensúlyozzuk, és a hibajavításhoz is tegyünk elegendő tartalékot hozzá. Az a szép ebben, hogy mivel nagyon sok képet játszunk le egy másodperc alatt, és nagyon sok képrészlet ugye lassan változik két képkocka között, ezért, hogyha szűkül is a csatorna dinamikusan, és nagyon leesik a rendelkezésre az a sávszélesség, az emberi szemnek nagyon nehéz észrevenni ezt, kivéve, hogyha nagyon dinamikusan változó sporttartalmakat nézünk. Összefoglalva az eddig elmondottakat, az ábra felső részen azt lehet látni, hogy a múltban nagyon sok párhuzamos streaming technológia versenyzett. Még hogyha 95%-ban a matematikai háttér, algoritmus, elvek ugyanazok voltak, de mégis a nagy cégek a saját házok táján kitalált verziókat részesítették előnyben, tehát szomszédvárak álltak, hogy így mondjam. Mondhatjuk a Microsoftot, Apple-t, Adobe-ot, mint leginkább ismert példákat. A jelen egy picit kedvezőbb már, mert ugye az Apple az kitartott még a saját HR-es megoldása mellett, de a többiek úgy néz ki, hogy összeállnak és támogatni fogják ezt az MPEG-est, és arra is van esély, hogy 2017-ben kialakítsák ezt a közös szabályt, amit 18-19-től már tudnánk mi is használni, ami nagyon-nagyon nagy fegyvertény lenne, az ábra jobb oldalát látják. Bocsánat. Még előre mentünk. Hasonlóan vegyes képet mutat a tartalmak digitális kódolása és védelme. Szintén az volt a helyzet, hogy volt legalább 4-5 erős játékos a piacon a múltban, akik ezeket a tartalmakat különböző tartalom előadók számára védték, és hitelesek voltak. És itt talán egy még nagyobb változatosságból, tehát legalább 4-5-ből sikerült modáig eljutni, hogy kettő szabvány versenyez egymással, a CBC és a CTR, ami valószínűleg konvergálni fog a közeli jövőben 18-19 magasságában egy AAS-CBCS nevű tartalomvédelmi szabványba. Hogy ez így lesz, meglátjuk, de nagyon nagy ígéret lenne, mert akkor sokkal kevesebb módon kellene ugyanazokat a tartalmakat egyrészt letömörítenünk, másrészt tartalomvédenünk és letárolnunk, hogy az később ugye sok eszközön bármikor bárki fogyasztani tudja. Tehát lassan a broadcastról ide tudtuk addig, hogy egyszerre több streamet kell majd átvinnünk, hiszen amikor valaki feltesz egy virtuális valóságot jelentő, hozó szemüveget, akkor igazából nem csak egy streamet, hanem elég sok streamet kell levinni ahhoz a szemüveghez, hogy nagyon kicsi késletetéssel észrevehetetlenül gyorsan legyünk képesek arra, hogy bármilyen tartalmat megjelenítsünk a fejmozgástól függően. Tehát ezt jelenti ez a holnap ígéret, amikor már many to van ez a feladat, még ha csak egy szemüvegnek is látjuk azt, amit az illető néz itt, az ábra közepén alul, igazából a háttérben egy sokkal nagyobb apparátus működik. Mi is van emögött legalábbis vázlatosan? Tehát, hogyha az egész 360 fokos, most így mondom, gömbfeletet megpróbáljuk kiteríteni egy nézetes hengervetületre, akkor ennek mindig csak egy pici részét, itt most az ábra közepén, a nagy kék óceán közepén jelöltünk egy kisebb kockát, ezt kell átvinni, viszont ugye ez dinamikusan fog mozogni, attól függően, hogy a illetőnek a feje hogyan mozog föl, le, jobbra, balra. Az egyik legelterjedtebb megoldás erre az az ábra bal oldalán alul látható Option 1-nek hívják, vagy hívtuk mi most a kollégáinkkal, amikor nyerserő módszerével mindent letolunk a szerverből a virtuális valóság szemüvegébe, és a szemüvegben van egy nagyon erős gép, például egy Microsoft HoloLens-ben van egy Windows 10-es számítógép, egy külön grafikus processzorra, ami
ezt fel tudja dolgozni, ezt a komplexitást, és lejutott 100% információból durva 8%-ot megjelenít éppen azt, amerre a fejünk néz. Ugye nagy előnye ennek a játéknak, hogy közel riltán tud lenni, ha és amennyiben ez a feldolgozó egység erős a szemüvegben, nagy hátránya, hogy marha nagy sávszélességet igényel, tehát ahogy mondtam, pontosan a legszűkebb erőforrásból kér legtöbbet, és a szerver oldalon nyilván ez nagy könnyebbség, mert sokat nem kell foglalkozni az egésszel, az előre elkészített streameket kell csak tolni folyamatosan lefele. Nagyságrendileg, hogyha ez az egész 4K-s videó mondjuk, amit ez a nagy kék felszín ábrázol, akkor összesen nagyságrendileg egy HD Ready, tehát 1280x720 felbontású kép jut a szemünkbe. Tehát, hogyha ezt szeretnénk, hogy mondjuk HD vagy 4K-s legyen, akkor nyilván visszafele felszorozva látszik az, hogy 8K, 16K felbontású képet kell folyamatosan tolni, ami azért nem triviális, még a mai megoldások mellett. Másik véglet lehetne nyilvánvalóan az, hogy a bonyolultságot feltesszük a szerver oldalra, egyszerű videójátszó van a szemüvegbe, viszont akkor ugye azt kockáztatjuk, hogy nagyon nagy, hát nagyon nagy, az elvárásokhoz képest nagy lesz a késleltetés a fejmozgás követően, addig, amíg a szerver alkalmazkodik és a megfelelő videostreamet kiválasztva küldi le a megjelenítő eszközbe. És aztán vannak ezeknek a köztes verziói. Ha ráteszünk még egy lapáttal, akkor eljutunk a kiterjesztett valóságig, ahol egyrészt meg kell oldani azt, hogy a környezetet 3D-be jó minőségbe, valós időbe le kell tudnunk képezni ugyanígy szemüvegbe, később akár a szemünkbe, valamint meg kell tudnunk jó minőségbe jeleníteni egy számítógép által generált, valószínűleg egyre inkább 3D-s tartalmat a fizikai térbe szépen elhelyezve. Itt már 1 millisekundumos válaszidők és 100 megabit per szekundumos csatorna sávszélességek kellenek. Ugye ezt az eszközt ma is elérhetjük már, bár mondtam a gyártó nevét, nagyságrendileg 3000 euróért, de azt kell róla azért látni, vagy tudni, hogy igazából egy első generációs eszköz, és valószínűleg a második, harmadik, ami majd 2-3 év múlva jelenik meg a piacon, lesz az, ami már igazán élvezhető minőséget nyújt, és sokkal kevesebb súlyt és kényelmetlenséget kell elviselnünk a fejünkön. Szeretném egy picit illusztrálni, mit is jelent ez a kiterjesztett valóság majd. Nézzünk bele egy pár percig a jövőbe. Ennek a számítógépnek az erőforrás hiánya. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az előadását! Köszönöm szépen!
Felkérem dr. Borbély Gábort, a Széchenyi István Egyetem távközlési tanszékének vezetőjét, tartsa meg ünnepi köszönőbeszédét. Köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és meghívásunkat elfogadva. Imád 8. alkalommal ünnepeljük együttesen a távközlésnek a világnapját. Ebben az évben a kollégáim talált információ alapján 320 regisztrált vendégünk volt, amit igen-igen köszönök. Szeretném megköszönni előadóinknak, hogy sok-sok munkával felkészültek és összefoglalva előadták számunkra azt a sok-sok újdonságot, amit hallhattunk és még hallani fogunk a mai délután folyamán. Szeretném megköszönni a kiállítóinknak, hogy eljöttek. Fel sem tudnám sorolni őket, hogy hányan vannak itt. Szeretném megköszönni azt is, hogy legújabb műszereiket hozták el, és úgy látom, hogy sok-sok hallgatói diplomunk a témája alakul ott a kint a háttérben. Szeretném megköszönni támogatóinknak, szponzorainknak mindazt, amit a konferencia létrehozásában a háttérben adtak. A szervezőknek szeretném megköszönni azt a munkát, amit végeztek. Hadd emeljem ki Vári Pétert az NMH részéről, mert neki nagy szerepe van mindenben. És azt gondolom, hogy a rektor úr szavaival kicsikét hadd emlékeztessem őket arra, hogy ez a fajta figyelem, ami felénk irányul, ez nem csak a mai nap érezhető, hanem a tanszékvezetőként érzem, hogy önök ott vannak minden nap a tanszék hátal mögött, és azt gondolom, hogy egy műszaki tudományi tanszék meg sem lehet anélkül a kapcsolatok nélkül, amelyeket a önök cégei és mindaz a szakmai támogatás elér bennünket, amelyeket nap mint nap érzünk, akár a diplomaterekben, akár fejlesztésekben, konzultációkban és így tovább. Emellett szeretnék kitérni arra, hogy a támogatásokban vannak azért mérföldkövek, és ezekben a mérföldkövekben szeretnék most néhányat kiemelni. Az egyik lenne az, amit a Huawei-től kaptunk tavaly október környékén. Egy nagyon erős hardware-rel felszerelt, nagyon nagy teljesítményű számítógépet kaptunk, amelyeket több tanszék felhasználásával alapvetően nagy teljesítményű számítás igényes feladatok végrehajtására hajtunk végre a matematika, informatika és a távközlési tanszék részéről. Ezen mind oktatási munkák, mind pedig tudományos publikációk készültek már. A Huawei részéről szeretném kiemelni még a Seed for the Future programot, amely most már sok éve megy. Ebben az évben éppen egyik kollégánk és egy diákunk most van Kínában, egy kéthetes olyan úton, amelyiken a Huawei központját látogathatják meg. Szeretném megköszönni ezt a Huawei-nek ezúton is. Az Antenne Hungáriával is ismét erősebb és élővé váló kapcsolatunk. Szívből örülünk ennek, hiszen ez a kapcsolat a 90-es években rendkívül erős volt. És éppen egy hónappal, majdnem egy hónappal ezelőtt április közepén írtunk alá velük egy hosszú távú együttműködési szerződést, amelynek az eredménye alapvetően azzal a célunk, hogy a műsorszórás terén minél több hallgatót és minél jobb felkészültséggel tudjunk a számukra átadni, illetve az ipar számára kibocsájtani. Ez közös fejlesztéseket és valamennyi szinten, tehát BSC-n, MSC-n, PhD-n ösztöndíjakat tartalmaz ez a fajta szerződés, de ez valószínűleg, hogy hosszabb távon további fejlesztéseket hoz majd számunkra és az Antenne Hungáriával közös előnyöket élvezve. Most pedig szeretném felkérni a Videnet részéről Friedrich Attilát, hogy mondjon pár szót arról a fejlesztésről, amelyet a tanszéken hajtott végre, ugyanis tőlük egy közel 5 millió forint értékű optikai hálózatfejlesztést kaptunk ajándékban. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntök én is mindenkit itt a rendezvény résztvevői között, mint kollégákat, hallgatókat egyaránt. Nagy öröm nekünk itt, hogy már többedik alkalommal Győri cégként a Győri Egyetemnél ünnepelhetjük együtt a távközlés világnapját, és hát ugye lehetőségeink, illetve a saját szakmai tevékenységünk mentén igyekszünk a hallgatók fejlődését, oktatását támogatni. Ebben az évben igazándiból egy néhány labort, ami gyakorlatilag a gyakorlati képzésnek képezik az alapját, kötöttünk össze egy optikai hálózattal, illetve ehhez kapcsolódóan aktív és passzív eszközöket adományoztunk, bízva abban, hogy az optikai távközlés, illetve a műsorszórás optikára költözését a hallgatók oktatásában, fejlesztésében ezzel is tudjuk segíteni. Jó munkát kívánunk rajta a hallgatóknak, oktatóknak egyaránt. Köszönöm a figyelmet!
Kaptunk ajándékba egy pont-pont mikrohullámú kapcsolatot, amelyet Hegyi Barnabás kérném fel, hogy pár szót szóljon erről. Köszönöm szépen. Én nagyon röviden fogok csak szólni. Szeretném megköszönni a meghívást a konferenciára, illetve azt, hogy azon kiállítóként vehetünk részt, és elmondani azt, amit a tanszékvezető úr is említett már, hogy terveink szerint egy pont-pont mikrohullámú eszközt szeretnénk a oktatási célra adományozni a tanszék részére, és reméljük, hogy ennek jó hasznát fogják venni majd a hallgatók. Köszönöm szépen! És mielőtt ebédre elmennék, hadd hívjam mellém Gyimesi László kollégámat. Hadszíva annyit szeretnék mondani, hogy ő az alakulástól, tehát 1975-76-tól a tanszékünk alkalmazottja. Ő volt az, aki az akkori műszerállomány beszerzésében tevékeny részt vett, és a labor kialakításában is azóta is, tehát több mint 40 éve oszlopos tagja a tanszéknek. Mikor én ide kerültem a 80-as években, ő már Spectrum és Commodore 64-ekkel volt egész bensőséges kapcsolatban. Azóta persze DSP-vel, mikrokontrollerrel és áramközszimulációval foglalkozott döntő mértékben, mindig rendkívül precíz, pontos volt, hallgatókat is a lehető legjobb irányba vitte, úgyhogy sok-sok mindenként példaképként hozhatni, mint a többi kolléga elé is. Az a baj, hogy Laci nem fiatalodik, ez egy nagy probléma, emiatt sajnos előbb-utóbb el kell köszönnünk tőle, és ez az utolsó alkalom, amikor őt a több mint 40 éves munkája alapján köszöntetem itt, és megköszönhetem mindazt a munkát, mint a tanszékért tett. Köszönöm szépen, Laci! Azt a szép nagy tortát felszeljük majd, és ebéd után mindenkit meginvitálunk rá, hogy kóstolja meg. Most pedig szeretném megkérni mindenkit, hogy a tanszék és a Huawei által egy ebédet fogyasszanak el velünk, ebéd után pedig folytatjuk a konferenciát a lehető legcsúszásmentesen. Jó ételt kívánok mindenkinek! Az éreket, és elesik benne a véletlen, nem hagyd ma itt senkit.